Bonyhádon idén is megszervezték az egészséghetet. A városban fontosnak tartják felhívni a figyelmet az egészséges életmódra, illetve a különböző betegségekre. A szakértő megjegyezte, hogy hazánkban az ízületi problémák már népbetegséggé váltak, így kiemelten fontos a prevenció. Az emberi test, ha nem kapja meg a mindennap igényelt szükséges tápanyagot, akkor elkezd bizonyos irányba menni, változni, és ezek ilyen jellemző betegségcsoportokba torkollanak, és köztük ugyanúgy, hogy a pajzsmirigy, vagy a máj, a zsírmáj, vagy az ízületek, az ízület a lágyrész csontrendszer révén nagyon-nagyon fontos, hogy minél tovább épségben tartsuk, mert hogyha meg még egy túlsúlyan rányomunk, akkor az nagyon nagy igénybevételt jelent a test számára, és ezért nagyon fontos, hogy az ízületeket, csontot, lágyrészt minden nap tápláljuk, minden nap foglalkozunk a testünkkel. Az életünk minőségét, vitalitásunkat és egészségi állapotunkat nagy mértékben meghatározza, hogy milyen táplálékot juttatunk a szervezetünkbe. A szakértő erre is hasznos tippeket ad. Sokszor a szomjúságot is éhségnek éljük meg, neki esik egy bizonyos dolognak, hát mi az, ami leggyorsabban eredményt hoz? Hát a szénhidrát. Ez az, amit le kell szorítani. Különben mi nagyon sok mindenkinek tanítjuk ezt, a tányérmódszert. Biztosan sokan hallottak már róla, hogyha egy tányért, kerek tányért magunk elé képzelünk, négy részre osszuk, akkor az egyik negyede a fehérje, a másik negyede a szénhidrát, és a két fent maradó maradék negyed, azaz a fele, az pedig a zöldség. A megfelelő táplálékbevitel nem csak a betegségek megelőzését segíti, de a mentális egészségünkre, a bőrünk állapotára és még a hajnövekedésre is hatással van, mondja a szakértő.